Akár belföldre, akár külföldre utazunk, nem célszerű elindulni úti patika nélkül. Ez egy olyan kicsi gyógyszercsomag, amiben néhány gyakori panaszra gyógyírként szolgáló készítmények helyet kapnak. A szakemberek szerint a családok egyre felkészültebben indulnak el egy-egy hosszabb utazásra, és kikérik gyógyszerészek tanácsát is. Az úti patikát egyébként könnyű összeállítani, hiszen minden az utazás során előforduló panaszra beszerezhetők vény nélküli készítmények is. Az összes készítmény beszerezhető vény nélkül a gyógyszertárakban. A gyógyszertárak mindegyike szerintem felkészült erre. Mindenhol vannak összeállított listák, pár perc alatt ezen végig szaladunk, és akkor mindig mondja az illető, aki utazni készül, hogy igen, ő ezt szeretne vinni, vagy ez már van otthon, és akkor így összeállítunk egy csomagot a számára, ami szinte minden problémára megoldást kínál. A nyári időszak különösen kedvez több vírusos és bakteriális fertőzés terjedésének. Ezek között a leggyakoribbak a hányással és hasmenéssel járó megbetegedések. A kistérségi tiszti főorvos azt tanácsolja, hogy a személyes higiénia még szigorúbb betartásával előzzük meg ezeket a problémákat. A legfontosabb személyi higiénés előírás, hogy a kéz higiénés szabályokat tartsuk be, minden egyes étkezés előtt, WC használat után feltétlenül alaposan tisztítsuk meg a kezünket a rajta levő szennyeződésektől. Ha lehetőség van fertőtlenítési lehetőség, vagy kézmosásra, akkor azt is végezzük el. Előfordulhat, hogy a körültekintő étel és italfogyasztás ellenére is jelentkeznek valamilyen fertőzés tünetei. Akkor azonnal alkalmazni kell az úti patikában magunkkal vitt lázcsillapító és hasmenés elleni készítményeket. Ha a problémák a gyógyszerekkel sem múlnak, akkor viszont orvoshoz kell fordulni, tanácsolják a szakemberek. Extrém melegben vagy idegen környezetben ugyanis sokkal gyorsabb a kiszáradás és könnyebben életveszélyes állapotba kerülhet a beteg.